sportosat. Irodónk vendége Jenei Sándor, az Újpest egykori labdarúgója, a Gödöllő labdarúgó csapatának vezetőedzője. Szervusz, üdvözöllek! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Hétfő van, ilyenkor jobbára ugye a hétvégi M1-es labdarúgó mérkőzéseket szoktuk kivesézni, de még mielőtt kiveséznénk, mi újság Gödöllőn? Hát, megmondom őszintén, örülök végül is, hogy elvállaltam a csapatot, és úgy néz ki, hogy pillanatnyilag az eredmények engem igazolnak, a csapat hál' Istennek gyűjtöget a pontokat, és afelé haladunk, hogy végre elérjük azt a célt, amit kitűztünk, ahogy átvettem a csapatot, hogy a biztos bennmaradás, most pillanatnyilag 9-10. Helyen vagyunk, de a... Ez a MB3, ugye? Nem, megye, ez a megye egy, igen. És pillanatnyilag úgy ott tartunk, hogy olyan 3-4 pont van a negyedik hely között, tehát köztünk is a negyedik hely között. Úgyhogy most pedig olyan meccsek következnek, ami gyakorlatilag hozni kell. Tehát van 4-5 meccs, ha ezeket hozzuk, akkor ott vagyunk a 4.-5. helyen, és azt mondom, hogy azt meg kell tartani. Már és akkor ez jó, akkor Gödöllő marad a megye egybe akkor? Akkor marad a megye egyben, ugyan elsősorban azért is kell, mert hogy utánpótlás központ, és hát mindenféleképpen kell egy biztos csapat is, ha a megye egybe. Aztán a továbbiakban, hogy milyenek lesznek a célok, de tehát valószínű, hogy azért följebb fog lépni az első csapat is. Milyen a megye egybe ötösködni? Nézd, tehát a körülmények itt Gödöllőn adottak, tehát a szakmai munkához azt mondom, hogy nagyon jók a körülmények. Azt mondom, hogy egy nagyon jó döntés hoztam azzal, hogy elvállaltam ennek a csapatnak a vezetői. Ugye Veresegyházáról. Igen. Veresegyházáról, bár ugye ott bajnoki célok voltak, tehát ahogy eljöttem, vezettük is a tabellát, de gyakorlatilag úgy adtam át a félén a csapatot, hogy tehát első helyen adtam át. Azért milyen kár, hogy Csomád nem megye egyes csapat? Tudod, miért mondom? Persze. Egy Csomádon meg, hogy Urbán Flórián a vezető edző. Igen. Hát nézd, az Orbán Flóri összerakott egy nagyon jó kis csapatot Csomádon. Veressel annó még tavaly a fél szezonnál játszottunk velük egy kupameccset, és azt hiszem, hogy 2-1-re nyertünk az ő pályájukon, de viszont egy jó kis, azt mondom, egy kemény kis mérkőzés játszottunk. Tehát az a csapat megérett arra, hogy most már föllépjen egy osztályra, szerintem följebb. Kár, hogy nincs előtte most a kép. Ma az egyik internetes portálon lehetett látni egy régi újpesti képet. Nem tudom, látod-e, Bellvon Attila, mikor még a Praj volt a kapus. Igen, mostanában elég sok kép. Na most abból a csapatból azért kik azok, akik úgy érzed, hogy elérték azt, ami bennük volt? Abból a csapatban. Mármint játékosként? Igen. Hát, vagy edzőként? Hát edzőként azt mondom, hogy aki elérte, vagy elért valamit edzőként, az szerintem a Weber Gyuri. Bár most pillanatnyilag azt mondom, hogy mezőkövesben van. Igen. De szerintem ő többre hivatott. Tehát én bízom benne, hogy ő oda fog kerülni, meg mindenkinek, ugye, aki Újpesten futballozott, az a vágya, hogy az első csapatnak legyen az edzője. Szerintem a Gyurinak mindenféleképpen ez szerintem áll. Tehát előbb-utóbb... Igen, csak ugye egy nagy csapat, nagyon nagy nevekkel, és akkor egy ember tudunk csak kiemelni. Igen. Bár azt mondom, hogy abból a csapatból azért mindenki valamilyen szinten elindult, például Kovács Zoli, aki ugye ott volt Újpesten pillanatnyilag, és szerintem elég, ahol van, igen, jól dolgozik. Igen. Médiát választotta inkább. Igen. Lehet, hogy most kicsit úgy érzi, hogy nyugodtabb körülményeket szeretne, mint ami akkor ugye ott Újpesten volt, tehát elég zűrös volt a dolog. Aztán gondolom, hogy emiatt is egy kicsit lehet, hogy besokat, vagy épp most egy rápien a következő státuszra.
Tehát, tehát úgy azért azt mondom, hogy a nagy része a játékosoknak azért közel van a labdarúgáshoz, például a Szanyu Karcsi is azért ott van az utánpótlás környékén, bár azt mondom, hogy ő sem van azon a szinten, amit megérdemelne, mert én azt mondom, hogy aki az ott volt Újpesten, tehát bajnoki címeket szerzett, meg elért valamit, tehát azért ahol a klubnál kell lennie, tartani. Igen. Hát sajnos ez nem tudom, hogy többi csapatnál mennyire, de azért most már sok csapatnál úgy van, de sajnos az Újpestnél még egyelőre ez úgy néz ki, hogy nem nagyon működik. És ugye Sarlós Bandi volt akkor a pályaedző Garami Józsi bácsi mellett, és ugye Bandinak is az volt a csúcs, mint kiderült sajnos, utána nem tudta már többre vinni, aztán azóta már be is fejezte, tehát most már nem is edzősködik sehol. Urlászka, az egy ilyen korszak volt valahogy, nem akart úgy. Hát igen. De aztán majd előbb-utóbb te is, az Urbán Flórián is majd előrébb léptek, nem? Vagy nem akartok úgy gondolom ezen a szinten megállni? Hát nem szeretnék, de már többször is beszéltünk erről, hogy tehát nem mindig az, hogy a szakmai tudás, szóval itt azért úgy, mint a labdarúgásban, de már mint hogy aktív játékosként, úgy edzőként is szerintem óriási nagy szerencse kell dolgokhoz. Tehát amellett, hogy természetesen fölkészültnek kell lenned, de a szerencse szerintem nagyba befolyásolja a sorsodat. Az itt az NB1-es mérkőzéseket, ha többet is ugye megnézzünk, akkor eléggé furcsa eredmények születek, elég olyan sors most így bánt el, úgy bánt el a csapattal. Például, amit én igazából nem tudom a statisztikát, de engem zavar a Debrecen. Ugye Újpesttől is úgy kapott ki, hogy egy öngóllal. Aztán a következő vereség is úgy született, hogy öngóllal. Nagyon sűrűn, azt hiszem három meccsből kettő így jött. Erre edző, hogy ki tud felkészülni egy ilyen sorozatra, hogy három meccsből kettőn ezért fogsz kikapni, mert saját játékos rúgja be labdát a hálóba. Tehát ez... Hát erre nem lehet felkészülni. Ez most, szerencsefaktor ez is? Ez is szerintem egy szerencsefaktor. Most nézd, volt egy olyan ugye, egy időben, hogy a Debrecen nem tudott hibázni, tehát gyakorlatilag ha kifele akarták rúgni oldalvonalon túlra a labdát, akkor is a hálóba pattant. Jó, de akkor most a Kondás elemének melyik az igazi arca? Szerintem rosszabb edző nem lett, mint volt. Hát most ez egy ilyen széria, most benne vannak szerintem a kicsit olyan, hát hogy mondjam, egy kicsit lappangó, tehát egy kicsit betegek, de szerintem előbb-utóbb... Most az Eger ellen legalább lőttek hármat most akkor, hogy... Hát mondjuk igen, nem, mondjuk az van... Helyre szinten... tesz őket ez? Azt, szerintem ők már ebben a szezonban nem fognak olyat produkálni, amivel ki fognak tűnni, úgy gyűjtögetni fogják a pontokat meglátásom szerint, de nem fognak most jelentősen beleszólni az élmezőnybe. Tehát én úgy érzem, meg úgy is látom, hogy nem úgy jönnek ki nekik a lépések, mindig becsúszik egy-egy hiba az utolsó pillanatokba, ugye az öngólokról beszéltünk. Tehát ez most egy ilyen pekhez szélja, ennek is megszakad. De az edző mit tud csinálni? Semmit. Hát ugyanúgy megcsinálja az edzéseket. Tovább, és akkor ennyi. Persze. Hát most, és akkor imádkozik, hogy most ne legyen fekünk. Így van. Hát most ugye arról is szó volt, hogy most megpróbálják ugye az utánpótlásra egy kicsit jobban megpörgetni, hogy onnan fölkerüljenek játékosok. Tehát azért folyamatban mindig hoznak föl az akadémiáról, a debreceni foci suliból azért jönnek fölfelé a gyerekek. Szerintem én nem érzem olyan nagy mélyrepülést, de hát most pillanatnyilag egy ilyen helyzet adódott, ami most elkerülhetetlen. Pápa, ugye megverő Debrecen, előtte kikap Zsinórba, aztán most megint kikapott. Akkor ott viszont Mázdi volt megint akkor, ugye a Pápa edzőnek, mikor nyertek úgymond a Debrecen ellen. Erre viszont megint nem lehet készülni. Persze. Most neki kedvezett a... Igen, hát most nekik kedvezett. Most a Pápának néztem egy-két meccsét, tehát nem érzem annyira stabilnak most azt a csapatot, mint annó, mikor a Weber Gyuri irányította a csapatot.
Bár mondom, hogy a Zsigolcskinak szerintem a munkáját egyáltalán, de most ez megint csak azt mondom, hogy egy olyan szerencsefaktor, hogy most nem tudja úgy, nem úgy játszanak azok a játékosok, akiktől elvárható, vagy túl vannak pörögve. Egyszerűen tényleg most egy olyan helyzetben vannak, ahol nem nagyon sikerül, de ezt, hát most már sorozatban, tehát nem sok reményük van arra, hogy följebb lépjenek. Hát igen, mázdülkva. Így van. Az Eger meg a Siófok. Hát igen, ott már gyakorlatilag... Két csapat elintézte magát gyorsan, és akkor így a pápának nincs miért izgulni igazából. Hát így van. Tehát valamilyen szinten az is jó, mert mondjuk arra tud esetleg koncentrálni, hogy megpróbálja építeni a jövő csapatát. Tehát ami már ugye a lefutott szezon, és akkor próbál. De sehol nem jellemző senki, itt az Újpest sem. Most verték a mellüket az újpestiek, hogy milyen jók vagyunk, ugye megmutattuk már Fradi ellen, hogy milyen jók vagyunk, ugye kikaptak. Igen. És akkor most, hogy Debrecenben nyertek. Na de hogy nyertek is? Most ilyen alapon akkor a pápa is verhet, nem ők is megverték a Debrecen. Tehát most azt nem szabad sajnos alapul venni, hogy a Debrecen ellen most mit értünk el, ez mutatja, hogy a Kecskemét megverte. Sőt, lehetett volna 2-0 is, hogy a Fejesbe megy. Igen. Ami Kapufán csattant, igen, Rajci, igen. A szemű volt, ugye? Igen. Az egy mélyütés lett volna az Újpestnek, ha Rajci Fejese bemegy. Igen, és megszerzi első szezonban gólját a pont az Újpest ellen. De tehát én is úgy vagyok vele, hogy nem tudom, tehát szóval megint csak arra tudok kitérni, hogy a mi időnkben, tehát ez kevés volt. Tehát az, hogy nyerte, nálunk az volt, hogy ugye sorozatba hoztuk a mérkőzéseket, tehát az hogy becsúszott egy vereség, tehát ott már azért mindenki, mi úristen, mi történt, pedig akkor igen, vezettük igen. A tabellát, vagy épp második, harmadikak voltunk. De szóval én úgy érzem, hogy ettől az Újpesttől nem várható el. De az, tudod, hogy... mi a baj? Ha belegondolsz, most már hosszú évek óta már az újpesti szurkoló már beletörődött abba, hogy vereség hátán. Nem történik semmi. Hát, igen, én is, amikor kín voltam, tehát lehet érezni a szurkolókon a csalódottságot. Hát megérdemelne már végre egy olyan csapatot ez a publikum, tehát hogy legyen ismételten egy bajnok esélyes csapatuk, ami tehát már... Nem értem az. Tulajdonosok jöttek, mentek azóta, hogy cserélődtek a tulajdonosok, amióta vergődik az Újpest, igen. És még sincs. Tehát nem látni még a alagút végén a fényt sem pislákolni. Én azt hiszem, hogy itt hát óriási nagy erősítésekre lenne szükség. Magyarul teljes csapatot, ha lehet így most persze időzébe téve, ki kéne cserélni? Hát ha nem is a teljes, de gyakorlatilag tehát egy teljes vérfrissítés kellene, mert tehát tényleg nincs ebbe a csapatban benne az a helyezés, illetve az a produktum, ami elvárható. Fradi bezzeg. Menetel, ugye? Mondják az újpesti szurkolók. Most már ugye jogosan ábrándoznak a fradisták a nemzetközi kupa szereplésről, meg lehet a második hely is, most már azt mondják. Teljesen jogos. Igazából a játékokon is látszik, hogy nagyon nagy önbizalommal játszanak, és hát szóval lehet látni, hogy az edzőjük is nagyon összekapta őket, ők is folyamatosan egyre jobb szériában vannak, sőt, nagyon jól futballoznak, látom, tehát nézem is, amikor tudom, és azt mondom, hogy igenis van reális esélyük arra, hogy oda kerüljenek a másik helyre. Egy jó, nagyon jó csapat alakult ki, és úgy nézem, hogy egyre acélosabb, egyre biztosabbak. Kedden Honvéd Ferencváros bajnoki mérkőzés lesz. Mit tippelsz? Honvéd Ferencváros. Hát szerintem a Fradi ezen a mérkőzésen is be fogja húzni a két pont, vagyis a három pontot. Be tudja?
Szerintem be. Pillanatnyilag, tehát úgy érzem, hogy egy kicsivel, de jobb csapat most. Hát, igen, 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 igen. Böde, most Mester 3-as lőtt. Mi lesz vele? Hogyan tovább? Mert itt az a nagy kérdés, és az edzőnek ezen kéne elgondolkodni, hogy akkor hogyan tudjuk megőrizni, és hogyan tudjuk még tovább építeni ezt a fiatalembert. Na, hogy az legyen, hogy most jön a nyári szezon, most gyorsan elmegy külföldre, aztán mint hogy nagyon sok magyar fiatal eltűnik a süllyesztőben. Hát én most nem érzem azt, hogy most a Böde eltűnne, mert... Most még nem, mert most még itt van, de jön a nyári szezon, amikor jönnek az átigazolások, és akkor lehet, hogy azt szolgálják mondani, hogy mert most eladható áru hát, lesz most. Ugye válogatottban játszott, Fradiban is játszott, gólokat lőtt, és mondják azt, hogy mikor, ha nem most. Nézd, de lehet, hogy én a, tehát hogyha én lennék a Fradinak a úgymond vezetője, akkor biztos, hogy mindent megtennék arra, ahhoz, hogy megtartsam most. Márpedig most kellene megtartani, mert ugye gyakorlatilag viszi a Fradit a hátán, önbizalommal teli van, azt mondom, hogy talán most van élete egyik legjobb formájában. Hát pont azért gondolhatja a játékos is, meg a menedzser is úgy, hogy most lehet bennünket jól eladni külföldre. Szerintem még rá tud tenni, tehát még fejlődőképes. Tehát még egy évet még akkor maradjon, azt mondod, tehát ne gondolkodjanak abba, hogy most. Szerintem is, de hogyha a Fradi is reálisan gondolkodik, és tehát célokat akar elérni, akkor megtartják a jobb játékosaikat. Mert csak ugye ezáltal tudnak Európa kupába indulni, ha oda kerülnek, ott tudnak stabillá tenni egy csapatot, és ahhoz meg tényleg szükség van a jó játékosaikra, mert hogyha elherdálják, akkor meg teljesen mindegy, hogy kilépünk nemzetközi porondra, mit érünk, kiesünk a selejtezőkbe, vagy még talán... Hát igen, ha már itt tartunk, mi lesz az MTK-val? Hogy látod, ugye most egy kicsit mindenkit meglepett, hogy... Ját, nem is az, hogy most kikapott a haladástól 1-0 otthon, hanem maga az, ahogyan kikapott. Elfáradtak egy kicsit? Vagy ez törvényszerű, hogy most úgy kiengedtek egy kicsit? Úgy szerintem minden, nem haraptak. Minden csapatnak van úgymond egy kis visszaesés a szezonban, tehát ritkaság az, hogy egy csapat olyan szinten végig tudja vinni a formáját. Egy fiatal csapatról van szó, akik ugye tehát valószínű, hogy ugye tapasztalat ilyen azért elfáradnak, bár szerint a Garami Józsi bácsi elég jól tudja őket kezelni, nem is nagyon bántja őket, tehát védi, tehát úgy, mint a saját gyerekeit gyakorlatilag. Én nem érzem azt, hogy ők most meg annyira megzuhantak volna, ott is most egy pillanatnyilag akkor is. Akkor megőrzi esetleg a másik helyét az MTK? Itt érdekes, mert mondjuk a Fradi elé. Tehát én most pillanatnyilag a Fradit jobb csapatnak tartom, mint az MTK-t. Uh-huh. Tehát úgy érzem, hogy pillanatnyi forma szerint jobbak, masszívabbak, mint az MTK. És akkor az nem árt a Honvéd ellen kedden nyerni, hogy akkor ezt... Hát ez így van. Hogy valóban reálisan álmodozzanak arról, hogy második hely is akkor. Így van. Tehát, hogyha ők ezt kitűzték meg már, hát ugye már mindenhol hangoztatják, ugye, hogy szeretnék fölépni második helyre, reális esélyük megvan rá, akkor úgy is fognak hozzáállni. Na, hogyha igazából itt azt mondják, hogy most már ez lesz a nagy harc második, harmadik helyért. Ez a pár csapat, aki érintett ebbe, ugye Videóton, igen. MTK, Fradi, hát már Debrecen az... Debrecen már lassan úgy érzem, hogy kiszáll onnan, de még ugye a Vidinek még van. Hát igen, az lesz szerintem a Fradi meg a Vidi, ott ők fogják, meg ugye az MTK-t ez a hármas fogja. Tehát most már ez lesz igazából akkor az érdekes, erre szerintem igen. Most már. Így van. Mit szólsz hozzá, az NB2-ből úgy néz ki, hogy sikerült gyorsan visszajönni a Vasasnak az NB1-be?
Nem, hát, és az, hogy Mezőköves otthon egy-egyet játszott, nagy lépés előnybe helyezte ezzel a Vasast. Igen, igen. Hát megvan nekik is a reális esélyük, hogy visszakerüljenek, de szóval itt a, azt mondom, hogy a Mezőkövesd is, tehát ismerem annyira a Weber Gyulit, hogy tehát ameddig van reális esélye ahhoz, hogy felhozza, akkor biztos, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megnehezítsék a Vasasnak a, hogy mondja, pontok szerzését, meg hát, hogy ők mi is... szólsz a Békés Csabai történésekhez? Azért téged kérdezlek, mert Dajka László, ugye, aki eljött onnan, egyelőre azt mondta, hogy nem akar nyilvánosságot, nem akar a csapatnak ártani. Uh-huh. Ami viszont tény, mióta nem jött edző, azóta két vereség. Tehát teljesen mindegy, hogy ott van, vagy nincs ott. Tehát nem lett jobb attól a csapat, hogy most akkor úgymond a szurkolók nem elküldték. Tudom, hogy mi lehet a háttérbe, hogy a Dajka Lacit miért jött el, de hirtelen ugye megint a Pásztor Józsi került oda a helyére. Tehát eddig is ott volt a Józsi, tehát egymás mellett. Nem tudom, hogy mi volt esetleg ilyen személyes dolgok. És ugye a Dajka Laci mondja, igazán az, ami csúnya, ugye, hogy a mérkőzése még vezettek, őt szitták, ugyanakkor a Józsit éltették abban a minutumban szurkolók. Hát és igen. Ő ezért nem találta ott a helyét, nem érezte jól magát, mert, és noha ugyanakkor meg ketten rakták össze a csapatot, tehát ketten csinálták. Tehát... Hát ez az átka annak, amikor ugye egy úgymond hazai volt játékos a klubnál van, és odahoznak egy mellé. Ikon. Így van, egyikon, hát a Békés Csabán gyakorlatilag az a játékos, aki ugye ott igen. Isten. És ugye hát a szurkolók azt hitték, hogy azért nem játszik jobban, még jobban a Békés Csabán, mert ugye a Dajka Laci ott keresztbe tesz nekik. Tehát ugye a Laci eljött, rögtön egy ötösbe beleszaladt a Békés Csabán. Igen, igen. Most meg otthon kapott ki ugye a Vasastól, tehát... Hát gyakorlatilag igen, hát már úgy látom. És most mennek Kazinc Barcikára, ahol kiprikék... Szintén igen. Nem fogják olcsán adni a bőrüket. Így van, így van. Hát mondom, hogy tehát itt nehéz okosat mondani. Csak ugye visszakanyom a beszélgetésünk elejére, mert lassan időnk el is szaladt, hogy egy edzőnek a sorsa mennyire kiszámíthatatlan. Most mondom, a Dajka Lacit hozom fel, igen. Hogy ugye előbb beszéltünk arról, hogy két hazai öngóllal is kapott ki a Debrecen. Igen. De vannak szituációk, amelyeket úgymond nem lehet tanulni, nem lehet rákészülni. Persze. Hát az élet adja, és akkor úgy. Így van, így van. Hát ez sajnos ugyanúgy benne van az edzőben, hogy bárhogy összeállítod, lehet, hogy azt hiszed, hogy olyan csapatot raksz össze, hogy és elvérzik. És valamikor pedig gyakorlatilag teletömött cserével, és olyan szinten hozzák, nem mondom, tehát ez is megint csak azt mondom, hogy azért mindenben óriási szerencse kell. Tehát nem csak itt a tudás, meg, tehát az is persze, de mondom, közrejátszik az, de mondom, hogy óriási nagy szerencse kell ahhoz, hogy minden úgy működjön, ahogy eltervezted, ahogy fölépítetted, tehát mindenben kell szerencse. Zárásként egy fél mondat, akkor Újpesten meg fog történni a nagy vérátömlesztés? Hát, mint volt Újpest, én nagyon bízom benne, mert nagyon kell, a szurkolók megérdemelnék, meg hát ugye mi is már szeretnénk látni végre egy olyan csapatot, aki utánunk méltó, úgymond utánunk lévő generációból följön egy olyan, aki megint bajnokságra esélyes. Köszönöm szépen, itt voltál. Köszönöm szépen, én is. További sportosat. A Dinosport Híradót támogatja a Nemzeti Sport.